Olyka, naprendszert látott hőse. Claudia is fogja. Attiláig. Nem, Attiláig nem akarom odaadni, mert ő tudom, hogy szereti a figurákat. Jön, nézzem. Igen. Van egy zászló a kezében. Kis űrhajós. Oh. Hoppá! Na, én is ügyes voltam. Édesanyja Kozmosz Ilona. Még egy vadászrepülőgépen is járt, és repült. Úgyhogy ő egy nagyon-nagyon-nagyon tapasztalt stratonauta, ha lehet így mondani. Kedves Feri, meg ismerkedhetek. Igen. Mai adásunk főszereplője, Stratos Ferivel. Jaj! Na tessék, kis lépés az emberiségnek. Stratos Ferinek egyenlettel emlékezzünk. Na, kételezzek egy méltató szöveget írni. Szimuláció. Nagyon kíváncsi vagyok rá egyébként, hogy... Milyen apának már van meg rá. Hogy hova fog esni. Azt mondja, UTC plusz 2.0730. Ez hihetetlen. Hazajön. Nem hiszem de. El. Hazajön, még hozzá. Ide urkutyom. Urkuti Jöska, az tökéletes. Hát ha most kinézném az ablakon, akkor... Beleesik a hatosak. Innen 300 méterre este le légvonalban. Na. Balon felbocsátásban mesterkedünk éppen. És egy szimulációt futtatunk arra, hogy hol lesz a várható érkezése a ballonnak. Ugye az indítási helyszínünk az adott, meg az időpont is, és egy honlap segítségével ezt le tudjuk szimulálni, hogy körülbelül hol fog földet érni. 2015-ben a Klaudiával elhatároztuk, hogy kéne tartani egy távcsöves bemutatót pont itt Urkuton, és akkor Andris, illetve Békés Zoli, aki most nincs itt, akkor éppen ők kijöttek hozzánk, és ott este emlékszem, hogy így félrevonultam velük, és akkor a távcsőes bemutató után csak beszélgettünk, és akkor elmondtam nekik, hogy én mit gondolok, és akkor így néznek rám, hogy pont ugyanezt gondoltuk mi is. Körülbelül 20 főt számlál az egyesület, ebből 10 fő a vezetőségi tag, hát most lényegében a vezetőségnek majdnem a fele itt van ebben a kis szobában, úgyhogy nálunk nagyon egyszerűek a gyűlések is. És ez a 20 fő nagyon aktív. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy szerencsénk van azzal, hogy nagyon lelkes, sok esetben fiatal, vagy éppen családokat sikerült bevonzanunk a mi kis egyesületünkbe. Ez a küldetés logó. Ezt egy gersekaráti ifjú hölgy tervezte még az első küldetéshez, és ezt használjuk azóta is, és egy római hármassal láttuk el. Milyen célt szolgál mindez? Igazából csak egy közelebb hozzuk, úgymond a közeli világűrt az emberekhez. Körülbelül 30 kilométeres magasságig tervezünk vele fölmenni. Reméljük, hogy sikerül is. Ugye az elsőnél ott 27 kilométer lett, a másiknál 30,5. Most, hát hogyha minden jó megy, akkor magasabbra megyünk egy ilyen pár kilométerrel, 1-2. Celdömök mellett van egy vulkanikus hegy, gyakorlatilag valamikor bazaltot bányáztak belőle. Annak a kürtőjéből gyakorlatilag, amit kibányáztak. Inkább kráternek egy kráter. Hívjuk, úgy izgalmasabb is, és ez ad neki egy ilyen plusz pikantériát, hogy mégiscsak egy vulkanikus kráterből fog indulni. Most körülbelül 10 nappal a fellövés előtt vagyunk, ekkor találkoztunk veletek, és hát nyilván kíváncsiak vagyunk a végeredményre, úgyhogy adásunk végére azt a pár másodpercet várhatjuk, akkor Stratos Feri elintézi, felveszi neki? Természetesen. Így nagyon sok projektet meg tudunk valósítani. Tehát, amit most ugye el lehetne mondani, ilyenek az interaktív meteorit bemutatók, a LEGO marsjáró foglalkozások, távcsöves bemutatók, távcsöves észlelések, csillagászati táborok, LEGO robot és marsjáró táborok gyerekeknek, olyan programokat is tudtunk ezáltal csinálni. Ezzel a speciális, kifejezetten nap megfigyelésére vásárolt teleszkóppal szoktuk figyelni a nap felszínét.
most addig, amíg előbújik a nap, egyébként néhány haszontalan kérdéssel azért élhetnék, szerintem, de vagy picit az elementálhatunk, hogy mondjuk ez a Bakony, ez a csodálatos vidék alkalmas azért a csillagászat rejtelmeire? Abszolút, abszolút. Szoktunk csillagos égboltúrákat. Igen, azt azért nem mondanám, hogy nincs fényszennyezés. Maguk a távcsöves bemutatók, amiket szoktunk időnként tartani, szintén ezt a célt szolgálják. Tehát, hogy felkeltsük az érdeklődést a szélesebb közönség körében, és hogy esetleg új tagokat tudjunk toborozni az egyesületbe. A napkorongon sötét szeplőket is lehet látni, azok az úgynevezett napfoltok. A keret ott van a Szaturnusz mellett. Pillanat, ez az aszteroidákhoz mehet, jó? Vannak különböző közösségi oldalakon különböző csillagászat iránt rajongói csoportok, és ott egy apuka írta, hogy neki van egy látássérült kisfia, és ugye ő, mármint az apuka, nagyon szereti a csillagászatot, van egy távcsöve, de nem tudja, hogy hogyan vigye közelebb a látássérült kisfiát a csillagászathoz, hiszen a kisfia látássérült. És mindenki mit írt, hogy sehogy. Mert hogy ez lehetetlen. Mert hogy ugye mindenki úgy gondol a csillagászatra, hogy az egy távcsöves bemutatón alapul, és ahhoz ugye a legfőbb érzékszervünk a szemünk. Én meg így néztem, hogy mindenki azt írja, hogy lehetetlen, na is próbálkozz vele, ilyen nincs, és akkor így gondoltam, hogy nincs, olyan nincs, hogy nincs. Szeretettel köszöntünk titeket a Tapintható Univerzum programon. Ez egy nagyon különleges és egyedi program. Ez Magyarországon az első olyan interaktív csillagászati program, amit kifejezetten látássérültek, vakok számára fejlesztettünk ki. És mivel a név is utal rá, hogy Tapintható Univerzum, meg is fogunk rá titeket kérni, hogy mindent vegyetek kézbe, és jó alaposan vegyétek szemügyre, és minden egyes állomásnál majd az adott kísérő nagyon szívesen elmagyarázza, hogy mi látható ott. Úgyhogy jó szórakozást kívánok a program élvezetéhez. Attila, neked a kezedet mutatom, hogy innen, idáig, tehát jó nagy, és akkor még fölülre itt jössz a hangon felé, így a vége. Szóval ez egy óriási nagy föltérkép, nyugodtan a kezetekkel simítsátok végig. És elkezdjük innen, hogy itt lesz, ez Észak-Amerika, ugye itt a széle tulajdonképpen. Nagyon jól ki tudott tapintani a konténereknek a széleit. Annyi becsapás van, hogy a tenger aljzat is domborzati. Tehát, hogyha a tengert simogatod, akkor ott is fogod érezni a domborzatot. Mondjuk, hogyha vissza kéne mondanom, akkor elsőre még biztos nem menne. Minden ennél az asztalnál indul gyakorlatilag a naprendszer, és itt az kétkezes picit gyere erre vissza. Úgy. Nem egy folyó, ez egy naglömb, ez egy méretarányos naprendszer. Aztán, ha tovább haladunk, akkor adok a kezedbe egy napgömböt. Ha meg lehetne fogni, egy szilárd felszínnel rendelkezni a nap, akkor körülbelül ilyesmi lenne az egész csomagomban. Tehát mondtad ezt, az itt az a legmagasabb pontja. És akkor amit én itt megtaláltam, az igen, ugye körülötte lévő völgyek és ugye egyéb hegyek is ábrázolva vannak. Hát ide nem megyek föl az ezt. Ez a nagy vihar, ami még... Igen, igen, nagy vörös volt. Ugye a színe az ugye olyan narancs, barna 50 árnyalatát lehetne mondani, ugye különböző színek, kicsit olyan cappuccino szín is. Nem jutott más eszembe, mint hogy azt mondom, hogy megérkezett a héliustökös is, pedig elvileg később kell jönni, de egy gondolatot azért hagyd kérdezzek meg, elnézést, nem trollkodás ez, de azt gondolom, hogy fontos. Látjuk itt, hogy most már nagyjából milyen a naprendszerünk. Mit szóltok az előadáshoz, Attila, meg Bence? Szerintem mind az egész érdekes, hogy így a... hogy így a vakok, vakok létengesek számára is ugyanúgy...
láthatóvá válik. Keressük a szót, ugye nehéz megtalálni a szót, nem? Hogy most mégiscsak a látássérültek világában valójában arról beszélünk, hogy hogyan lássunk, nem? Szóval tényleg olyan, mint az ember az ujjával látna, nem? Hát az én esetemben abszolút így van, mivel ugye én egyáltalán semmit nem látok, még fényt sem. És én ezt nagyon jó kezdeményezésnek találom, mert ugye mi is tanultunk földrajzórán. A naprendszerről voltak ilyen csillagászattal kapcsolatos tananyagaink, de ez gyakorlatilag egy elvont szöveg volt, amit nem tudtunk nagyon érzékelni. Maximum behangoltuk, de egyébként én mindig szerettem, mert én kiskoromtól fogva nagy sci-fi rajongó is vagyok, úgyhogy ez így külön szuper élmény nekem, hogy kicsit kézzelfoghatóbbá válnak ezek a elvont dolgok. Mennyire fontos része, fűszere a mi életünknek az önzetlenség, mit gondolsz? Általánosságban én azt gondolom, hogy egyre inkább része. Látássérültként a mindennapokban is tapasztalom, hogy egyre inkább segítőkészek az emberek. Bence is bólogat közben. Hiszen amellett ugye, hogy számukra, vakemberek számára kézzelfoghatóvá válik az univerzum, látó emberként is ugyanúgy lehet értékelni és megtapintani, és ez egy akár egy ilyen közös program is lehet többségi társadalom és közöttünk. Adásunkban a mai is tanultam rovat következik. Neked mi volt a legérdekesebb ma, Bence? Nagyon érdekes volt a maga a légkör, meg hogy hogy alakult ki, meg az is tényleg, hogy ugye csak a Holdnak az egyik felét látjuk innen a Földről, és hogy mennyi rengeteg kráterárok és mennyi minden található a mi kis holdunkon. Vezetjük a csoportokat, és mondjuk nem 2-3 embert, hanem 6-7 embert, látókat, látássérülteket vegyesen, és akkor ezt egész nap azért csinálni, tehát azért fizikailag is, meg szellemileg is fárasztó, viszont óriási élményt ad. Tehát, és ugye ez egy, tényleg ez az eddigi, mindig azt szoktuk mondani, hogy ez az eddigi legemberibb programunk, és ez az élmény az egyszerűen elmulasztja azt a fáradtságot. Na persze, mert lehoztátok a csillagunkat. Szóval szerint. Igen, így van.